Szeretettel köszöntöm a sportás ma esti adásának kedves nézőit, és nem akarok túlzásokba esni, nagyon sok vendégem volt, már mint tetszenek tudni azt. De ez egy különleges pillanat az életemben, mert hát olyas valakiről lesz szó közvetve, aki hát tőlem nagyon távol áll, és mégis nagyon közel van hozzám. Ugye, hát az 1920-as évek azok nincsenek ide olyan közel. Hát először is bemutatom dr. Takács Editet, kezi csókolom. Jó napot kívánok! Aki Takács II. József unokája. Hát ugye Takács II. Józsefről most, ha megtetszik engedni, mondok néhány szót, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri. Igen. Takács II. József a Vasas első érmes csapatának volt a sztárja. A Vasas első gólkirálya volt, már nem csak a Vasasé, az egész NB1, de a Vasasból az NB1 első gólkirálya, és utána a Ferencvárosba többször, és ugye, hát mondjuk a Ferencváros 100%-os bajnokcsapatának oszlopos tagja és gólkirálya, ugye 42 góllal abban a szezonban, amikor a Ferencváros 100%-a nyerte, és a Vasasban, ha jól emlékszem, 29-el volt gólkirály. És hát a válogatott sztárja, ugye 32 meccsen 26 góllal, ez sokkal, azért mondom az adatokat, mert azért ezek legyűgözők, és hogy egyébként 355 bajnoki meccsen 359 gól, ezt azért esik még egyszer mondom, tehát 4-jel több, mint hány bajnoki meccs, és nem 7 bajnoki meccset játszott mondjuk. Tehát itt valami a magyar labdarúgás történetének egy egészen kiemelkedő alakjáról van szó, és hát nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Köszönöm. És nyilván a nagypapáról tud mesélni. Hát először is azt mondja meg nekem, hogy a nagypapa a Vasashoz tartozott, vagy a Ferencvároshoz. De mielőtt válaszol, hagyd mondjam el egyébként, ugye az egyik szektor névadója az új Ilovszki stadionban, a Takács II. Már csak azért is ugye, hogy mert van 4 szektor, amelyik azoknak állít emléket, akik a Vasasban és valamelyik másik fővárosi nagycsapatban is nagy karriert csinálta. Na szóval, a nagypapa Vasas vagy Fradi Drucker volt? Vagy miért? Mind a kettő. Mind Igen? a kettő. Szerintem egész életében megmaradt Vasasosnak is. Hát készülve erre a találkozásra most itt, elolvastam egy-két interjúját, hiszen azok az igazán mérvadóak, és föltették neki ezt a kérdést, és egyértelműen azt mondta, hogy Vasas Drucker is volt, és Ferencváros Drucker is volt, és akkor volt probléma, amikor a két csapat egymás ellen játszott. Akkor a legszebb feladata azt hiszem akkor volt, amikor 74-ben vagy a legszebb feladatainak egyike. Ugye 70 éves születésnapjához közeledett. Igen. És ugye 74-ben újjáavatták az ülői utat. Máig nem tudom, mert megfejtetetlen számomra, hogy a Ferencváros hogy merte egy bajnoki meccset, tehát egy bajnoki rangadóval, tehát mégis benne volt, hogy kikapnak, ugye, egy Ferencváros Vasason bármi előfordulhatott. Igen. És egy bajnoki rangadóval avatta, és ki is kaptak egyébként. Igen. De a nagypapa vezette ki, aki, az, hát nyilván, ugye, mint a két klub közös sztárja vezette ki a sose felejtem el Csíkos Veszbe, ugye ott voltam a stadionban. Ön ott volt? Nem, én sajnos nem voltam ott. Nem volt meghívva? Nagypapa nem forszírozta? Nagypapa nagyon szerény és szolid ember volt, úgyhogy nem ilyen sokat. De tudott róla, hogy készült, és a nagypapa készült erre? Igen, persze, hát ez egy nagyon nagy esemény volt az ő életében, újra fölvenni a mezt, és labdához érni, az ülői úton labdához érni. Zöldfehérben, igen, zöldfehérben, és újra ott lenni a közönség előtt, tehát ez biztos, hogy életének egyik legszebb pillanata lehetett. Igen, emlékszem a fényképre, mert aztán rengeteg fél Váradi Béla állt mellette a kezdőrúgásnál. Igen, kaptunk, a család kapott erről az eseményről fényképeket, úgyhogy én is gyerekkoromban nézegettem, kim volt a falon, és láttam ezt a fényképet. A nagypapa volt a kevesek egyike, aki nem zavarta a Vasas 1-0-ás győzelme, mert ott gyász hangulat volt, komolyan mondom. Hát ő Vasasnak is rukkolt, meg a Ferencvárosnak is. Na most, amikor, tehát először is azt szeretném mondani, ugye ön orvos. Igen.
Hát, az már, hogy mondjam, nekem már bonyolult az én fejemben megjegyezni. Mivel is tetszik foglalkozni? Mert ez egy egész speciális terület. Alapvetően belgyógyász vagyok, de az elmúlt 20 évben izotóp diagnosztikával foglalkozom. Ez egy kicsit olyan a radiológiára hasonlító, képalkotó módszerek, diagnosztika, és emellett még pajzsmirigy betegekkel is foglalkozom. Ez... És az izotóp diagnosztika az mit állapít meg? Mire szolgál, minek a megállapítására? Az egyik legjobb módszer a szervezetben, a szerveknek a funkcionális, tehát működési diagnosztikájára. Tehát szinte tehát minden világítás szinte. Izotópot adunk, tehát ott abból jön a jel, és azt aztán egy kamerával rögzítjük, és akkor így látjuk a különböző szerveknek a működését. Tehát nem annyira anatómiát, hanem működést lehet vele kimutatni. És volt valami különös oka, hogy ezt a területet választotta? Mert ez nem egy hagyományos, ugye? Vagy szóval, hogy is nem első egy... munkahelyemen találkoztam ezzel a területtel, és hát az ok az volt, hogy kicsit, tehát a két gyerek mellett sok volt már egy akut belgyógyászati osztályon dolgozni, és ez egy olyan terület volt, ahol nem kellett ügyelni, és a fiamnak eléggé szüksége volt rám, hogy azért otthon is legyek, és ne csak a képemet lássa. Értem. Amikor családi ebéd volt, akkor a nagypapa eljött? Volt egy-egy ilyen alkalom, igen, amikor együtt ebéd. Nem rendszeresen. Édesapám körülbelül olyan havonta, két havonta látogatta őt, és akkor én is azért egyik-másik ilyen alkalomra elmentem. Na, milyen ember volt a nagypapa? Most milyen futballista? Hát azt néhány számmal el lehet képzelni, hogyha valaki 355 bajnoki meccsen 359 gólt szerez, akkor az önmagáért beszél. De milyen ember volt? Nagyon csöndes, és nagyon szerény. Tehát tényleg nagyon szerény nagyon... azt jelenti, hogy nem is beszélt arról, hogy... Szinte nem. A pályafutása sem? Nem, szinte nem. Nem, szinte nem. Tehát ő mondjuk emlékkönyvekből tudta meg, hogy 6 gólt szerzett a franciák ellen. A családi hagyományok azért úgy jöttek, úgyhogy engem azért bizonyos fokig tényleg úgy neveltek föl, hogy én egy Takács unoka vagyok, így... És hát ez egy némi, történelmi család. Ez kötelezett is, hogy én egy takácsomnak vagyok. Az mire kötelezte? Hát, hogy ne adjam föl soha. Tehát, hogy kell küzdeni. Tehát egy példakép volt a nagypapa, és édesapám sokszor mondta nekem, hogy egy takácsunok, egy takácslány ezt így nem csinálja, hanem úgy csinálja. Tehát ez tényleg kötelezett. Ez érdekes, hogy ne adja fel, ezt értem, de ha valaki ilyen sugárzóan tehetséges, mint a nagypapa, aki mondjuk ugye a Vasas kis csapat volt még, amikor ő már gólkirály volt benne. Tehát, hogy mondjam, mondhatom, hogy az a generáció tette nagy csapattá a Vasast először, igaz? Igen. Mindjárt nem csak a nagypapa, igen, de a nagypapa volt az első számú. Nagyon sok igen, jó focista igen, volt akkor a Vasasban. Igen. De hát a Vasast nem lehetett összehasonlítani akkoriban még a Ferencvárossal, vagy a Újpesttel, vagy az MTK-val. Igen. Ugye a három igen, nagy klubban. Igen. De minden esetre azt gondolná az ember, hogy Takács kettőnek nem a lelki ereje volt a legnagyobb, hanem a brilliáns tehetsége. Ezek szerint... Tehetség is volt, de rengeteg munka volt mögötte. Tehát ezt is egy kicsit lehetett tőle tanulni, hogy meg is kell dolgozni a sikerekért. Tehát olvastam ilyet, hogy ő fejben mindig fölkészült a meccsre. Tudta, hogy ki ellen fog játszani, ott milyen a kapus, ki ejti a labdát, vagy nem ejti a labdát, hogyha egy erősebb lövést ja, kap. Igen, mert részben erről volt híres, hogy mindig ott volt a kapusok előtt. Hát gondolom nem is lehetett a kapusok kedvence éppen ezért, mert ha hibáztak, akkor kiejtették a labdát, akkor rögtön belőtte. Igen, olvastam nagyon sokat a nagypapájáról. Talán még többet is, mint ön, vagy legalább annyit, hát mondjuk. Biztos vagyok benne, hogy többet, igen. Nem biztos, mert azért, de szóval, és sok interjúját is olvastam a 30-as évekből, meg nem igen, tudom, tehát a 20-as, 30-as évekből, és igen, hát nem tudom, mennyire foglalkoztatja a futball, de ő mesélt arról, hogy a gólszerzésnek mi a tudománya. És ugye tulajdonképpen az a lényeg, hogy jókor jó helyen lenni, de a jókor jó, az mai igen, szlengben,
De a Joko jó helyen lenné, ahhoz külön érzékkel. Igen. És nyilván, ahogy ön mondta, hogy kiről pattan ki a labda, tehát ki olyan kapus, aki kiejti, azt nyilván azért tanulmányozta, akkor ráindulok, akár ki lő kapura, ráindulok a lövésre, hát a kipattan. Egész biztosan, hogy ő fejben is focizott. Tehát mindig tudta, hogy hol van, nyilatkozott úgy, hogy mindig nézte a kapust, hol helyezkedik el a csapat játékosai, a társai, hol helyezkednek el, és nagyon jól össze tudtak játszani. Tehát őt védték, a többiek védték, hogy ő csak lőhessen. Tehát csinálták neki a helyzeteket, és akkor a nagypapám lőtt. Igen. És sikeresen lőtt. Igen, aranyos, ahogy nevet. Azon gondolkoztam ugye, hogy minden túlzás nélkül a nagypapája egy korabeli sztár volt, mert a futballisták abszolút sztárok voltak. Tehát ugye, nem tudom, most akarok oda visszamenni, és Schlosser elől kifogták a lovakat, és a közönség vitte a konflikt, ugye, de mondjuk apukája is hasonló, vagy apukája, nagypapája, bocsánat. Szóval nagypapája is hasonló kategóriájú, tehát ezek Ort, Schlosser, Takács kettő, ezek a bálványok. Akármilyen szerény ember volt is a nagypapája, hát mégiscsak sztár volt. Igen. És ezt hogy idézte fel? Tehát, hogy de azért nyilván ezt ő, hogy mondjam, hát ha valakit olyan szeretettel vesznek körül, mint úgy rajongják, mint őt, ugye kalapokat dobáltak, meg nem tudom abban az időben, ugye az teljesen dobálták. Tehát, hogy erről hogy mesélt? Hogy milyen volt a hangulat, amikor lement egy meccs, és a közönség a vállára emelte, mert ugye ez nem egyszer előfordult. Sajnos lehet, hogy csalódást kell okoznom, de tényleg nem mesélt róla. Nagyon, nagyon szerény volt, és én sokszor tényleg, hogy elolvastam, az, de már tehát fiatal koromban is elolvastam. És mi fogta meg a legjobban? Engem? Igen. Az olvasmányokban. Hát meg ugye, amit meséltek, hát a dél-amerikai útjuk, hát az a Ferencvárossal, az meg volt egy vitrin, tehát ő nem mesélt, de volt a szoba sarkában egy vitrin, és ebben a vitrinben voltak az ereki trófeái, már ami maradt, mert úgy tudom, hogy elég sok elkerült így a háború után, és akkor ott nem lehetett nem észrevenni egy tengerjáró hajót, ami előtt gyönyörű ilyen fes legények, azok voltak a focisták, ilyen fehér öltönyben és ilyen zsiráldi kalappal állnak, hát ugye ezt így fiatal lányként nem lehet ezt nem észrevenni, meg hát az, hogy a pálmafák, ugye Rio de Janeiro-s képek, tehát ez nagy szó volt akkor, hát mi Bécsig is alig jutottunk el, és akkor nagypapa meg ott volt ugye Dél-Amerikában, meg még Egyiptomban is. Tudom. Csak azért vágok közben, nem udvariatlansággal, hanem hát nyilván nem mindenki tudja, hogy ugye a Ferencváros tett egy dél-amerikai körutazást, 29-ről beszélünk, akkor ugye 29-30. Igen. És hát ennek a szenzációja volt, ugye, vagy 31, már nem is tudom. Nem, igen, 29. Igen. 29, igen. Nem, azért bizonytalanodtam el, igen. Szóval legyőzte Montevideóban Uruguay válogatottját, ez a Ferencváros, amelyik egyébként 32-ben azt a 100%-os bajnokságot nyert. És ugye az uruguayi válogatott egy évvel később világbajnok. Tehát megérte az első, a futball első világbajnokságát. Igen. És ez így utólag különösen... Egyébként pedig érdekes, hogy ugye azon a túrán, ezt csak önnek mondom, vagy a nézőknek is talán, hogy a Ferencváros nagyjából hasonló arányban nyert és vesztett. Igen. De ez az Uruguay elleni győzelem, tehát ugye brazilokkal játszott, brazil klubcsapatokkal, meg válogatott. Igen, meg, voltak régen, igen, Argentinában is. Meg, de fönnmaradt ez a győzelem, mert ugye Uruguay akkor már kétszeres olimpiai bajnok volt, igen, ugye a futballban. És hát érdekes, hogy nem tudom, játszottak 12 meccset, csak mondom, nem tudom hányat pontosan, de legalább ennyi, 10 felül, és hogy ez a uruguayi mérkőzéshez. Igen, és emlékszem, ahogy mondja a fotót, hogy ugye ez a tisztán úgy néztek ki, mint egy ilyen revűből jöttek volna. Igen. Nagyon elegáns. Nagyon elegánsak voltak. Kék-fehér. Igen, nagyon jó. De nem tengerész kék, de nem tengerészekre hajlott. Igen, hatalmas tenger. Óriási. Mint a bombivádok. Igen. És ez mutatja, hogy micsoda sztárok voltak ezek. Hogyne. Ugye a T-betűs csatársorról,
amelynek igen, ugye igen. a nagypapája tagja volt, mármint táncos Takács Turay Toldi, Kohut. És a Kohut a igen. Tohutnak kellett volna hívni, mert igen. ott kilógott. Ugye eleinte még Lázár tanár úr játszott a bal szélen, aztán váltotta, aztán Lázár tanár úr hátra ment fedezetnek, de azt tudja egyébként? Mi? Hogy ugye Vasas Ferencváros volt a stadionavató 1930-ban. Angyalföldön. Ezt nem 5-2-re nagyon. Nyert a Vasas. Nagypapája igen, a Ferencvárosban játszott. Ez a csatárson játszott, igen, a táncos és Takács Turay, Vasas 5-2-re megve. Az azért óriási. Hát ez nagy siker. Igen, siker. Hatalmas. Igen. Gratulálok. Nem. Ez egy televízió. Igen. De érdekes. Igen, csak Angyalföldön van. Igen. De szóval óriási. Igen. Már ezt a Ferencvárost megverni 5-2-re. Igen. Hát ugye, na és akkor ma, hát jó, most akkor azt mondom, hogy ugye, azt mondta, fölkészült egy kicsit a műsorra, amikor... Csak interjúkat igen. kicsit átolvasgattam. Eszembe jut, hogy volt egy magyar-francia meccs. Hát erről nyilván tud. Igen. A magyar-francia meccs 13-1. Hát már önmagában 13-1. De van egy történet róla, hogy a nagypapája, ugye másnap a Vasas Aradon játszott, és a nagypapája azt kérte, hogy játszott egy fél időt, és a kapitány fel volt háborodva, mert hogy elmehessen Aradra. Igen. És akkor még Arad, nem hogy mondta videóban, Aradra sem volt könnyű eljutni, ugye? És azt mondta neki dühösen, hogy majd ha rúghat gólt, akkor elmehet. És mi történt? Nagypapa megrúgta a 6 gólt, és akkor a 87. percben elment, igen. Sőt, én úgy olvastam, hogy volt egy 7. gól is. Tényleg? Igen, volt egy 7. gól, csak azt nem ítélte meg a bíró, pedig az állítólag... korábban volt? Hát ilyen, biztos korábban, már a 87. perc elhagyta a pályát. Igen, korábban lehetett, tehát volt közben egy 7. gól is, csak azt nem adta meg a bíró, mondván, hogy les volt, de állítólag nem, tehát többen állították, hogy nem tehát volt már les. Már mintem a 67. percben is leléphetett igen, volna. Igen, de nem volt les, csak hát ugye nagypapa szerette ezeket a lesgyanús helyzeteket, úgyhogy... És nem erről sem esélt, tehát hogy... Nem tőle hallottam. Édesapámtól. És apukájának mesélt? Szerintem igen. Nagypapám egy picit úgy a háború az, a nagymamám elvesztése az egy megtörte, igen. És én azt gondolom, hogy az, hogy ő milyen volt, amikor már én ismertem, az ennek a családi tragédiának nem volt. Nem csupán szerény volt, hanem visszavonult már. Bizonyos fokig így visszavonultabb is volt, igen. Zuglóban, igen. Mert hogy ott volt háza. Igen. A bátyjával igen, a Takács egy. Igen, Takács egy, ugye, aki ugye a Ferencváros hátvédje volt, és aztán ugye hát együtt futballoztak, és a ketten együtt sikerre halmoztak. Igen, és akkor végül is ebből lett az a ház, mert akkor már volt profi futball Magyarországon, de a 25 előtt még, vagy körbe attól, tehát még nem, tehát a nagypapám amatőrként kezdte, egyértelműen amatőrként, és végig dolgozott, tehát soha nem élt. Csak a profik is dolgoztak. Igen, dolgoztak, álltak, egy focista volt csak akkor, tehát aki meg tudott élni abból, hogy csak focizott, de nem, annak a nevét sajnos nem aztán tudom. A Sárosi Gyurkáról mesélték, de ő is dolgozott, mert ő jogász. Igen, Sárosi doktor, igen. Tehát, de egyébként ezek a játékosok nagyon jól megéltek. Tehát nem azért dolgoztak tulajdonképpen, hogy hát csak kiegészítették a jövedelmet. Ráadásul csak nem ellentmondás, csak zárójelben megjegyzem, ugye, hogy amikor amatőrök voltak, akkor is egy csomó pénzt kerestek, ebből óriási botrányok voltak, ha kiderült, csak akkor óriási botrány volt. De hát azért ezeknek az ilyen kategóriája, hát mondjuk nem a Vasasnál nyilván nem lehetett annyit keresni, ha egyáltalán lehetett, de a Ferencvárosban, az MTK-ban, hát ugye... Biztos, anyagi dolgokról nem... Na, igen. Hát anya, dehogy nem.
Hát ugye a Vasas például egyáltalán a fennmaradását köszönhette, vagy a, nem, nem biztos, hogy a fennmaradását, de az, hogy tudta folytatni, tehát hogy a Vasas egy szegény klub volt, és az, hogy a nagypapa átment a Ferencvárosba, az a Vasasnak egy hatalmas összeget jelentett. Igen, egy tőkei injekció volt. Mekkora tőkei injekció? Hát talán 10 000 pengőt kapott a Ferencvárostól a Vasas. És ugye azt mondta a korabeli nóta, hogy havi 200 pengő fixel, az ember könnyen viccel. Igen. Na most hát, akkor ehhez adjuk. Igen, nagy pénz volt. De ezt nem a nagypapa kapta, hanem a Vasas? Nem. Ő egy fillért nem kapott ebből. Csak a Vasas. Igen, hát amikor profizmus lett, akkor természetesen hivatalossá vált a fizetés, és ezek jól is keresztek, már ezek, hát ők jól is keresztek, a legjobb igen. futballisták jól kerestek. Igen, csak aztán a háború valahogy elvitt mindent, és aztán végül ő nagyon szolidan élt, nem anyagi jólétben, mert a nyugdíja kevesebb, nem ismertek el annyi szolgálati időt neki, pont a foci miatt, mert ugye sokat volt a meccsek miatt távol, és akkor jó pár évet, 42 évet dolgozott, és talán 35 évet, vagy nem tudom én mennyit számoltak, és nagyon kicsi volt a nyugdíja, úgyhogy a felesége nem dolgozott, egy fizetésből kell, vagy egy nyugdíjból kell megélni. Nagyon, tényleg nagyon szolid körülmények között élt aztán a nagypapám. Igen, mert arra, hát az a fizetés, tehát hogy felhalmozzák, ráadásul a háborút az esetűjük képzelni, ugye? Igen, tehát ezt, igen. Az egy egészen különleges, hát különleges, az drámai, ez borzasztó helyzet. Igen. De egyébként is, tehát arra, hogy évtizedekre felhalmozzák, nagyon jól éltek, de ahogy évtizedekre, tehát az is jelzi, hogy nem tudom én, volt válogatott kapus, aki a Beszkártnál dolgozott. Csak azért mondom a Beszkártot, mert ugye a nagypapa... Igen, meg a taxinál dolgozott. Igen. Egész életében. Én nem is tudok más munkahelyről, és akkor, mikor már a profi futballt abba hagyta, akkor még egy évet úgy tudom, focizott a szürke taxinál. Mert hogy volt egy csapata. Igen, volt egy csapata, és utána meg edzősködött. Igen. Szerette szürke tanítani a fiatalokat. Igen. Focizni. És a taxinál, de ő nem taxizott, nem úgy, hogy személyszállító fuvaros volt. Nem, ő autószerelő volt, és ott egyik autószerelő műhelynek volt a vezetője. Van is egy kép Kerepesi róla. Kerepesi úton. Kerepesi úton, ugye? Igen. Igen. Ott. És a bátyja pedig viszont ő vitte az utasokat. Hát úgy tudom, igen, hogy ő sofőrként dolgozott, igen. Ez mit szólt ahhoz, hogy amikor olvasta a bátyjáról, úgy hívták, hogy Mari néni? Hát ez egy megdöbbentő, de nagyon aranyos történet volt, és meg is kérdeztem, hogy ez honnan jött. Aztán mutattak egy képet, akkor már rögtön megértettem, mert... De mesélj el azért a nézőket. Hát egész pontosan nem tudom, de valahogy új mezt kaptak, és a nagypapám testvére, tehát a Takács egy Géza, ő egy elég megtermett ember volt, ami hátvédként jól jött, mert eléggé féltek is, tartottak tőle a csapat játékos ellenfelek. Tehát nem volt vele jó találkozni. Nem volt, egy megtermett ember volt, és akkor még ilyen hosszú nadrágok voltak divatban, és hát Mari néni megtermett ember volt, ráadtak egy ilyen hosszú nadrágot, és teljesen úgy nézett ki, mintha szoknya lenne rajta, és akkor egyszer valaki a közönségből, ha minden igaz, akkor fölkiáltott, hogy ott a Mari néni, és akkor valahogy rajta maradt ez a név, de nem bánta. Nagypapa volt az egyetlen ember Budapesten, akinek Mari néni volt a bátyja. Igen. Igen, ez egy ilyen furcsa összjáték. De hát ezt a futballisták tudták, a szurkolók, hogy ezt hogy kell érteni. Az jut eszembe, hogy amikor a 13-1 volt a franciák ellen, arról két dolog is eszembe jut. Egy, hogy Maurice Cottenay a kapus visszavonult. Azt tudja? 13 gólt kapott, hát, a nagypapa visszavonultatta, vagy legalábbis főszerepet játszott abban. Akkor ő nem gondolt, jó emlékkel utolsó, a nagypapának. Tehát ezen a hát nem hiszem, hogy áldotta a nevét. Nem biztos. Konkrétan vissza, pedig nem volt öreg ember. Igen, hát valószínűleg ilyet még nem látott. Igen, tehát azt gondolom, hogy ott a szegény Maurice, szóval, hogy mondjam, nem olyan szeretettel gondolta a Takács 2-re, mint önök a nem. családban. Nem, én se hiszem. A másik pedig az, hogy hát ugye elment Aradra. És a Vasas másnap 3-0-ra nyert Aradon, mind a 3 gólt ő lőtte. Majd a Népsport, vagy a Nemzeti Sport, hát mondjuk így nem különösebben
Isten hajolt meg előtte, mert azt mondta, hogy mozgásán érződött a fáradtság. De hát három durra nyert a Vasas, őrölte mind a hármat. Hát sajnos. És hatot. Tehát két nap alatt 10-et, abból 9-et megadtak. Igen. És sajnálatos, azt olvasta, hogy érződött a fáradtság? Ezt a történetet öntől hallottam. Igen? Először igen, igen, ezt a részét nem, de magát ezt a magyar-franciát, a történetet, anélkül, hogy melyik meccs volt, viszont tudtam, tehát ezt, hogy meg kellett lőni azt a valahány számú gólt, és utána mehetett csak el, ez így megvolt a családban, csak annyira, hogy ezt, hogy pont a magyar-francia volt, ezt így nem tudtam. Egyébként ezt nagyon jól mondta, hogy a szürke taxiba játszotta az utolsó meccsét, tehát igen, bajnoki, viszont az elsőt az MTK ellen, és azért a Hungária úton, hát az MTK Vasas az nem, tehát hogy mondjam, fix egyes volt, és kettőjére nyert az MTK, de Takács kettő szerezt első meccsén, gólt szerzett, és a kettő egy nem olyan szégyentelni. Nem az olyan izgulós, mint én. Igen, ezt megbeszéltük. Igen. Nem. Nem. Biztos, hát azt látatlanban mondom, igen, aki ennyi igen, gólt szerez. Igen, az biztos. Tehát, helyén volt az esze. Fantasztikus figurája volt a futballnak. Olvastam egy csomót, hogy a nézők... Tehát a Ferencvárosban is egy, tehát nem csak a Vasasban, hanem a Ferencvárosban is egy egészen kultikus legenda volt. A Sárosival igen, egy szinten, igen, vagy igen, a Toldival, vagy igen, hát hiszen igen, együtt játszottak. Ugye? Igen, igen. Tehát a Turai, csak mondom a nézőknek, hogy a Turai az első magyar futballcsászár volt. Nem az Albert volt az első császár, mert Turait hívták császárnak. Ugye igen, képzeljük el akkor de ezt, hogy... Nem tudtam. De te, az volt az egyszer, igen, császár. Igen, császár. Igen. Na most akkor a Takács, Turai, Toldi, és aztán később ugye a többiek. Tehát ezek olyan sztárok voltak, hogy ez fantasztikus. Ezek Budapest nevezetességei voltak. Kérdezte ezt a népszerűséget, hogy értem meg, hát ezt is csak így az interjúkból tudom, de hogy a bátyja, a Mari néni, Géza, igen, ő fölhívta a nagypapám figyelmét, hogy nehogy elszálljon ám veled a ló, és nem szabad mulatozni, hanem sportembernek megfelelően kell élni, csak akkor fogsz tudni megfelelően teljesíteni. Úgyhogy ők részt vettek azért az ünneplésekben, meg minden, tehát nem éltek ők szerzetesi életet, de vigyáztak, hogy ne menjen ez a sportteljesítmény a rovására, úgyhogy ezt hát nyilatkozta nagypapám, hogy a bátyja hívta fel a figyelmét arra, hogy eddig és ne tovább, mert baj lesz. Én egyébként az hozzá kell tenni, hogy a Takács kettő volt a híresebb és a körülrajongottabb játékos, igen, de a Takács egy is egy legenda volt. Tehát ugye egy sziklája a Ferencváros történetének, tehát a Takács öccse nem a háttérbe húzódott, de ehhez képest mondom, hogy az öccse az valami... Tehát azt olyanokat olvastam róla, hogy egész le voltam nyűgözve, hogy hát ugye ezek az emberek, tudom én, 15-20 ezer nézőket vittek ki a meccsekre. Igen. 20-as, 30-as években, gondoljuk meg. Igen, és azért mondtam Budapestet, mert ugye akkor még a legfőbb a rádión, vagy még akkor talán még az se, nem is tudom mikor volt az első rádió, azt hiszem 30-ban volt az első rádiós, tehát mondjuk éppen lehetett. Igen, lehetett, igen. Igen, de hogy ennyi embert kivittek. Igen, hát abból az a futballon... Igen, és hogy világszínvonalon játszották. Igen, biztos, hogy élvezetesek, jók voltak a meccsek, hogy és ennyi ember kiment. Minek? Tehát hogy mondjam? Ha valaki autószerelő, ugye? Akkor az legalább annyira autószerelő, mint futballista. Úgy értem, hogy a lelkében. Tehát igen, minek tartotta magát? Hát valószínűleg előfocizott, mint autót szeret, mert úgy tudom, 13 éves korától már hát focizott. Jó, igen, hát igen. De tudja, miért kérdezem? Mert aki autót szerel, annak valószínűleg az automániája. Tehát autót szerelni nem lehet csak úgy. Tehát, hogy szerette, de ténylegesen szerette, meg nagyon szeretett jól dolgozni, nagyon szerette a minőséget csinálni. Tehát ez
tehát ez is egyfajta hobbi volt, de szerintem a kettő egymás mellett megfért. Én most nem tudnám megmondani, hogy melyik volt fontos, de biztos, hogy a futball nagyon-nagyon fontos volt az életében, mert azért nyugdíjasként is kijárt meccsekre, nézte a meccseket, és az egyik, a legfiatalabb, az akkor a legfiatalabb unokatestvéremet még egy picit úgy tanítgatta is focizni, és nagyon büszke volt rá. Látta ön öt labdába rúgni? Lehetséges, de nincsen biztos emlékem erről, de mondta, hogy nagyon örült, hogy a nagybáty, vagyis az unokatestvérem is jól focizgatott, mert két lábbal tudtak már a labdát lőni, miközben ő csak jobb lábbal tudott, úgyhogy erre büszke volt, hogy két lábbal tudott. Tessék elgondolni, hogyha még ugye a futballpályán azt mondják, bár a Takács 2-ről nem olvastam ilyet, de a futballpályán azt szokták mondani, aki egy lábbal, ugye, hogy a másikra támaszkodik. Igen. De hát Puskás Ferencről is azt mondták, hogy a jobbra csak támaszkodik, amit kétleg, de Takács 2-ről sem hiszem, hogy a másik, tehát szeretném azért, ha a jobbik lábam olyan suta lenne, mint neki a bal, tehát hogy sokan szeretnénk. Hát minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Ez komolyan mondom, hogy élmény volt nekem egyáltalán találkozni önnel, mert hát nyilván tudja, hogy én nagyon-nagyon nagy tisztelettel vagyok a magyar futball nagyjai iránt, és bár hát nyilvánvaló, hogy személyesen én sohasem láthattam, ha csak nem gyerekkoromban láthattam volna, vagy fiatalkoromban őt, de hát nem találkoztam vele, de nyilvánvalóan óriási rajongója vagyok, ha lehet azt mondani, mint ahogyan a magyar futball összes nagy alakjának nagy rajongója vagyok, Schlossertől, nem tudom, Platkóig, és most nem akarom sorolni Sárosi Györgytől, akit szintén nem ismertem soha, nem tudom én, Albert Flóriánig, akit majdnem, hogy hát barát, vagy szóval nagyon jó viszonyban voltam vele, hát ilyeneket azért sokat tudok már az Albert korosztályából. De hát mindegy, nagy élmény volt, hogy itt tetszett lenni, egyáltalán találkoztunk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Takács 2 Józsefről, a magyar futball valaha volt legnagyobb legendái egyikéről beszélgettem dr. Takács Edittel, az unokával. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet, és egy hét múlva találkozunk ismét a viszontlátásra.